Sziasztok! Köszöntelek benneteket! Május 4-e van magyar idő szerint. Este 8 óra lehet az idő. Ez a videó egy április összefoglaló. Látszik, hogy elindult a tavasz. Minden szépen zöldben van. Az egész hónap nagyon erősen telt el, és az altcoinok és a bitcoin gyönyörűen növekedtek. A kapitalizáció 43 milliárd dollárt is átlépte, és a bitcoin dominanciája most már 60 alatt van. Látható, hogy a mai nap hatalmas növekedés produkált a Ripple, de az Ethereum és a Litecoin is nagyon szépen szerepelt. Az áprilisi árgrafikont látjátok, rózsdaszínű a bitcoin, szürkével az altcoinok szerepelnek. Az altcoinok 6,4 milliárdot adtak hozzá a teljes kapitalizációhoz, a bitcoin meg már csak 6 milliárdot, tehát az altcoinok abszolút értékben jobban növekedtek, mint a bitcoin, százalékban, aztán meg pláne. Nagyjából egy harmadával nőtt a kapitalizáció áprilisi hónapban. Ez itt, ez a pont itt, amit láttok, az április elsője, és most már itt tartunk, egy hatalmas növekedés volt az elmúlt néhány napban. Az egyik szombati nap olyan szépen növekedett a tőzsde, hogy azt megörökítettem, minden zöldön volt. A Ripple 40%-ot nőtt ez, ezen a napon, talán a múlt szombat volt, de látható, hogy ahogy megyek lejjebb, egy pirossal nem találkoztam. Az első piros, amit látni fogtok, mindjárt jönni fog, az a 27. helyen álló ekonomi, mínusz 1,5%-kal. Hát ilyet még nem láttam. Utána a 36. helyen, minusz 0,77%-kal a First Blood. Egyébként minden zöldben volt. Amelyik nem nőtt 10%-ot aznap, az már unalmas részvények számított. Hát ennyire ment a kriptopénzek piaca áprilisban, döbbenetes, amióta én a kriptopénzekkel foglalkozok, ilyenre még nem volt példa. Ezért is szerettem, volna ezt veletek megosztani a Bitcoin áprilisi árgörbéjét látjátok. Sok oldalazás volt az első hetekben, kérdeztük egymást, hogy mikor jön a korrekció, mindenki azt várta, hogy majd visszateszt fog történni. Nem történt, megint emelkedésnek indult, megint kérdeztük egymást. Ebből biztos, hogy lesz most már egy korrekció, de mikor? Semmilyen korrekció nem volt, megint feljebb ment az ár, kérdeztük egymást. Na most aztán korrekció nem, megint feljebb ment az ár. Megkérdeztem az egyik ismerősömet, aki profi forex trader, hogy nézze már rá a grafikonra, és mit olvas ki belőle. Megnézte a Relative Strength Indexet, ez az RSI, a Bollinger Bandet, mindent ráhúzott. Azt mondta, ez, ez, ennek vissza kell, hogy fordulnia, ebben ott van a korrekció, ez csak időkérdése. De ezt mondta egy vagy két hete, azóta is csak erősödik. A Bitcoin minden technikai elemzésre rátszáfolt, és egyszerűen csak megy felfelé de azért látható, hogy finoman, tehát van benne oldalazás, aztán elindul felfelé. A kisebb pénzek azért már ennél sokkal intenzívebb emelkedést és esést mutatnak, hát itt a Ethereum látható, itt azért már nagyobb esések vannak, és az emelkedések is sokkal gyorsabbak. Az Ethereum a Bitcoinhoz képest nagyon szépen növekedett, hát 25, sőt azt mondhatnám, hogy talán 50%-ig is nőtt, mert most már 0,60, és itt ugye 0,40-ről indult, illetve 0,04-ről indult, tehát a bitcoinhoz képest is óriásít növekedett a Ethereum. A Ripple az utóbbi néhány hétben, talán két hétben vagy egy hétben hatalmasat növekedett, azelőtt meg oldalazott. És végül a Litecoin, hat napra vagyunk a Segwit, az oldallánc beindításától, az árak nem tudom, hogy ettől emelkednek-e, hiszen ezt már a piac beáraszta előzőleg, de a Litecoin is nagyon szépen növekedett a dollárhoz képest is, és a Bitcoinhoz képest is. Nézzük akkor, hogy hol tartunk a teljes kapitalizációban. Hát a Bitcoin ára, vagy a piaci részesedése április végén 61% volt, Ethereum 18%. Az első 8 pénz piaci részesedése nagyjából 92% százalék körül van a teljes kapitalizációból, tehát a kriptopénzek egy százaléka lefedi a kapitalizáció 92 százalékát. Ebből kifolyólag nekem az a véleményem, hogy nincs ok annak, hogy egy jól megválasztott portfólió ne tartalmazzon bitcoint vagy ethereumot, vagy akár mind a kettőt, illetve véleményem szerint egy jól kiválasztott, jól összeállított, kriptoportfóliók kell, hogy tartalmazzon Dash, Litecoin és Ripple ezeknek valamilyen kombinációját, vagy akár mindegyiket. Hiszen ebből ekkor tudunk a legjobban részesedni a kriptopiac növekedéséből úgy általában. Hogyha valaki nagyon jól ért a napi kereskedéshez, akkor természetesen a kisebb pénzekkel is jó pénzt lehet csinálni, de nem hinném, hogy a nézők között nagyon sokan rendelkeznek olyan számítógépekkel, olyan analitikus eszközökkel, amelyel belelátnak a hirtelen árváltozásokba és gyorsan tudnak kereskedni. De aki esetleg ilyen számítógépekkel rendelkezik, azok lehet, hogy a maradék 7%-ból olyan hasznot tudnak kihozni, amit egyébként a Bitcoin és az Ethereum közösen nem tud megcsinálni. Ez a táblázat az összefoglaló az áprilisi hónap növekedéséről. 8,4 milliárdal indultak az altcoinok, 43%-ot produkáltak csak áprilisban. Ez egy hatalmas növekedés. A bitcoin is nagyon szépen szerepelt 25%-kal, és a bitcoin és az altcoinok közös értéke a 32%-os növekedés áprilisban. Tehát ez nem egy évre vetített adat, ez az áprilisi növekedés százalékban. 43%, 25% és 32% a közös érték. Ebben az oszlopban odaírtam, hogy mi lehet a háttérben, miért növekedhet. Tehát a bitcoinnál nézzük. Az Egyesült Államokban az SEC, tehát a Security Exchange Commission előtt van a Bitcoin ETF, az Exchange Credit Fund. Ha ezt elfogadják, akkor beindulhat az intézményi kereskedőkkel a bitcoin kereskedés. Ez valószínűleg a bitcoin árát nagyon meg fogja nyomni. Másik tényező, hogy Oroszország és India megengedőbb, a bitcoinnal. Oroszország régebben börtönnel fenyegette a bitcoin felhasználókat, de szerencsére most már a törvényhozás sokkal kedvezőbben áll a bitcoinhoz, és úgy néz ki, hogy inkább elősegíti a bitcoin felhasználók életét. A Litecoin szegvit, a Litecoin a bitcoinnak a kis testvére, ha bevezetik a litecoin akkor a szegvit könnyebben átemelhető lesz majd a bitcoinnak a forgalmába, tehát a Litecoin oldallánca pozitívan hatott a bitcoin árfolyamára véleményem szerint. Továbbá a Japán bitcoin adók eltörléséről érkezett hír, amely kedvezően hatott a bitcoin kereskedésre, hatalmas volumenű japán ilyen kereskedéseket hajtottak végre az elmúlt napokban japán tőzsdén bitcoinra. Továbbá japán befektetői csoportok érkeztek, amelyek magánszemélyek pénzét helyezték el, gazdag emberek magán pénzét helyezték el bitcoinban, tehát egyre kevésbé, érzékeli, egyre kevésbé érzékeli a japán piac azt, hogy a bitcoin valami fajta múló vagy rizikós befektetés lenne, értékelik a stabilitást és a pénz mögött álló növekedést. Az altcoin növekedése mögött talán kiemelném, hogy a Ripple 10 új bankkal gazdagodott indulnak az ICO-k, tehát a, amikor kiadják a pénzeket, azokat most már elég gyakran Ethereum hálózatán tört, adják ki. A test hozzáadták a Kraken kereskedési felületéhez, illetve most már megjelent az új fogalom, amelyet Amanda használt először a Dash Open House napján alkalmával, hogy money as service, tehát mint pénz, egy szolgáltatásként, és a piac egyre jobban értékeli azokat a pénzeket, amelyeknek szolgáltatása is van, azon kívül, hogy csak fizeti lehet vele, és egy felhalmozáskor egy megtakarítást tudunk elérni, hogyha tartjuk egy ideig. A teljességkedvért meg szeretném említeni az utóbbi négy nap növekedését, mert nagyon látványos volt, tehát május 1 és 4 között 14%-ot produkáltak az altcoinok, bitcoin 6,4 és a teljes 9,5 százalék. Tehát négy napra 14 százalékot növekedett az altcoin. Az Litecoin most már kereskedhető a Coinbase kereskedői felületén is. Talán még érdemes megnézni, hogy mi történt a Bitcoin életében. A Segwit, tehát az oldalsó lánc beindításának a támogatói kicsit növekedtek, most 35 a másik tábor, ott, itt van a Bitcoin Jesus, és a konfliktusai látszik, hogy elég zavaros a grafikonja is, most éppen 40 százalék, tehát nagyjából egálba van a két tábor, emiatt valószínű továbbra sem lesz megállapodás. A Litecoin-nál most már csak 6 nap van hátra, indul a oldalsó lánc, amint ez megtörténik, várhatóan utána indul majd a Lightning Network, amely segítségével sokkal olcsóbban tudják lebonyolítani a fizetéseket, több fizetést egy tranzakcióként tudnak majd végrehajtani és úgy kerül majd vissza a blokkláncba. Végezetül szeretnék beszélni egy apró kis kereskedési trükről, amelyet sikeresen használtam áprilisban, és egy példával szeretném illusztrálni ennek a módszerét. Tegyük föl, hogy van 200 dollárunk, hogy kereskedjünk. Hogyha első vásárláskor a pénz ára, a kriptopénz ára 100 dollár, és leesik 50 dollárra, akkor a következő helyzet adódik. Amikor 100 dollár a pénz ára, akkor 100 dollárból tudunk egy darab kriptopénzt venni. Utána hogyha a pénz leesik 50 dollárra, és megint 100 dollárt költünk el, akkor már kettő darab egységet tudunk vásárolni magunknak. Tehát 200 dollárból három darab egységnyi kriptopénzt tudtunk magunknak venni. Az átlagárunk 66,7 dollár, és nem 75 dollár. Tehát a második vásárlással az átlagárat a számtani átlagár alá húztuk le. Ebben a példában be szeretném mutatni a PIVX árgrafikonját áprilisban, és egy kereskedést, amelyet ennek a módszernek a segítségével hajtottam végre. Április elején megérintett a grafikon két jelentős pontot, látható ez a két pont, és ezzel egy ellenállás képződött. Ezt jelöltem ezzel a kék vonallal. Amint átlépte, itt áttörte ezt a támaszt, Onnantól egy ideális belépés adódott. Itt kellett volna belépni. Én be is akartam lépni, de azért nem léptem el, nem volt pénzem. Utána elért a pénz egy maximumot, és visszafordult. Itt egy újabb jelentős szint képződött. Mivel itt újból áttörte az árat, ezért itt egy vásárlási lehetőség adódott. Ekkor itt beléptem, ekkor... Történt az első vásárlásom. Azonban, hogyha az ár a mindenkori legmagasabb, akkor óvatos vagyok, és nem lépek be teljes pozícióval. Tehát a pénzemnek csak a 20%-ával léptem be, tehát ha mondjuk 100 dollárral indultam, akkor itt 20 dollárral léptem volna be ebben a pontban. De látszik, hogy a piac ellenem indult el, tehát nem volt szerencsés a vásárlásom, hiszen. A piac ellen nem dolgozott végig. Nézzük, mi történt. Végig ellenem ment a piac, nem szálltam ki, tartottam, hiszen csak egy kisebb összeggel mentem be, tudtam, hogy itt a támasz, meg is pattant. Tehát itt adódott egy lehetőség, hogy újból beszálljak, megvártam a két gyertyát, kicsit elindul fölfele, és megint be, ö, vettem, de itt most már a pénzem 80%-áért vásároltam, és az átlagár az valahol itt lehet. Tehát sokkal közelebb ehhez a ponthoz, mint ehhez a ponthoz. Tehát itt képződött egy átlagáram. A pénz elért utána egy újabb maximumot, és utána két piros gyertyát megvártam, láttam, hogy nem tudja ezt tartani, és a pozíciómat feleztem. Nagyjából egy 12% profitot tudtam realizálni, és a pénzem nagy részét kivettem, vagy a felét kivettem a kereskedésből, esetleg azt meg lehet csinálni, ha megint visszamegy erre a szintre, akkor itt visszavenni, és akkor az átlagárat le tudom valahova ide tolni, ilyen alacsonyra. Tehát ebből a módszerrel lehetőségeitek van a rizikót menedzselni, kis pénzzel beszállni akkor, hogyha nem vagytok benne biztosak, várni, hogyha megérint egy jelentősebb pontot, akkor újabb vásárlást indítani, ezzel az átlagárat jelentősen le tudjátok tolni az alsó szint közelébe. Végezetül szeretnék beszélni a francia választásokról. Hogyha Marine Le Pen fog nyerni, várhatóan bitkonára növekedni fog jelentős mértékben, ugyanis a gazdasági rendszer nem tudja lekezelni a kivételeket. Marine Le Pen személye véleményem szerint egy olyan kivétel, Amivel nem tudnak mit kezdeni. Bizontalanságot fog generálni, melynek hatására a bitcoin erősödhet. Tehát ez egy olyan fundamentális sok ok, lehet majd a Bitcoin erősödésére erősödésre, erősödésre elnézést, amelyet érdemes figyelembe venni. Négy nap múlva többet fogunk tudni, és egy hét múlva pedig már a következő videómban tudok erről beszélni. Sziasztok!